A Történeti és Politikai Földrajzi Kutatási Centrum 2020-ban állt fel a Pécs-Tudományi Egyetem Szent Ágatai János Kutató Központjában. Ugyanakkor a centrum profiljába tartozó geopolitikai súlypontú kutatásoknak az egyetemünkön több mint 20 éves múltja van. Azok a kutatási témák, amelyeket jelenleg futtatunk, ezeknek közös eleme, hogy a tér és a politika, a tér és a hatalom kapcsolatával foglalkoznak, csatatereket, azoknak a szimbolikus jelentőségét, a Balkánnal kapcsolatos kutatásokat, alapvetően a balkáni államosodást, tehát azt a sajátosságát a Balkán félszigetnek, hogy újabb és újabb államok jönnek létre, egyre kisebb területű államok, egyre több új határ jön létre a szomszédságunkban és Közép-Európában is. Ez egy nagyon fontos vonása a kutatásoknak, tehát nem csoda, hogy a határkérdés, a határokkal kapcsolatos kutatások azok kitüntetett szerepet játszanak nálunk, és a publikációink jelentős része ezzel foglalkozik. A határok a társadalmak életének legfontosabb jellemzői közé tartoznak. Tulajdonképpen modern társadalmakat nehezen tudunk elképzelni nélkülük. A határok nélkül nem lehet a teret leírni, értelmezni, megszervezni, irányítani. Emiatt is van az, hogy a határok, a politikai földrajz és általában a földrajz kutatási területe közé tartoznak most már több mint egy évszázada, vagy talán még régebb óta. A határok kapcsán fontos lehet az, hogy hogyan, milyen körülmények között keletkeztek, mikor keletkeztek, milyen a táj és a határ viszonya, milyen a határok stabilitása, milyen a határok áteresztő képessége, milyen a határok által elválasztott földrajzi tér egyes jellemzőinek a minősége, akár az etnikumok, amelyeket elválaszt, akár a vallások, amelyeket elválaszt, akár a gazdasági terek, amiket elválaszt. Minden határ egy külön történet. Nagyon fontos a határok esetében a kontextusnak a kérdése. Ezért is van az, hogy a határkutatásokban gyakorlatilag az esettanulmányok dominálnak, és bár kísérletek történnek rá, történtek az elmúlt évtizedekben, a végső határelméletet még a határkutatóknak nem sikerült megalkotnia. 2015 nyarától az irreguláris migráció megakadályozására a magyar kormány a déli határaink jelentős részén műszaki határzárat épített ki. Azért mondom, hogy jelentős részén, mert vannak olyan speciális területek, mondjuk mocsarak vagy folyóhatárszakaszok, ahol csak élőerővel számolhatunk, tehát rendőri vagy katonai jelenléttel. Elsőként egyébként a magyar-szerb határon került sor kerítés kiépítésére, nagyjából olyan 175 km hosszan, aztán ezt már hosszabbították, és a magyar-horvát határon is építették ki kerítést, illetve gyors telepítésű drótakadályokat helyeztek ki, olyan 120 km hosszúságban. Aztán utána később 2017-ben a magyar-szerb határon építettek egy második kerítést, a két kerítés között manőverutat is építettek, és ezzel párhuzamosan az első kerítést, tehát a külső kerítést, ezt okos kerítéssé fejlesztették, olyan okos kerítéssé, amely jelezte a belépési szándékot, illetve egyben jelzést küldött a megfelelő központ felé. Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy a belépéskor, a határsértéskor felgyulladnak a reflektorok, a kamerák arra fordulnak, és az akusztikai jelzőrendszer pedig arab, farsi, urdu, angol és szerb nyelven figyelmeztet a határsértésre. Néhány percen belül pedig megjelennek a legközelebbi katonai és vagy rendőri egységek, és visszakísérik a kerítés túloldalára a határsértőt. A határok alapfunkciója az elválasztás, de az utóbbi évtizedekben az összekapcsoló szerepe is megerősödött, a világ szerencsésebb helyein legalábbis. Az elválasztásból fakad határok azon tulajdonsága, hogy az azon átmenő áramlásokat, árukat, személyeket, eszméket ellenőrizni lehet. Egy zárt határ, ne adj Isten egy katonai, militarizált határ, ezeket az elválasztó funkciókat még inkább fel tudja erősíteni. A kapcsolatok ezáltal fél oldalassá válnak, és kialakul a nagyon kedvezőtlen úgynevezett határmenti helyzet, amelyben a határmenti térségnek a térkapcsolatai csak az ország belseje felé tudnak működni. Ezzel szemben egy könnyen átjárható határ, ne adj Isten egy integrált határtérség pedig erőforrásként jelenik meg a határtérség számára, hiszen a határon átnyúló kapcsolatok intenzitásának növekedésével a határ által elválasztott minőségek, például eltérő törvények, eltérő szolgáltatások,
eltérő elérhető áruk forgalmat generálnak, kereskedelmi forgalmat generálnak, turista forgalmat tudnak generálni, ezáltal egy sokkal kedvezőbb társadalmi, gazdasági helyzet tud kialakulni ezekben a térségekben. Akár zárt határról beszélünk, akár egy nyitott, integrált határtérségből beszélünk, a határmenti térségek számára a határ jellegadó tényezővé válhat, kialakul egy sajátos, úgynevezett határmenti táj, határmenti térség. 2015-től, amikor menekültek tízezrei lépték át a magyar határt, akkor sokan rácsodálkoztak arra, hogy a magyar déli határ az mennyire sebezhető. Pedig, hogyha végig gondoljuk, akkor az elmúlt több mint ezer évben ennek a természete egyfajta állandóságot mutat. Nem véletlen az, hogy a délvidéket régen az állam lágy altestének nevezték, hiszen ez volt a legkönnyebben átjárható rész, és a legnehezebben védhető része is a magyar államnak. Ezzel összefüggésben az, hogy a déli határon átível a migráció, ez nem egy újfajta jelenség, hanem erre a múltban is számos példát találunk. Elég ha arra gondolunk, hogy több száz évvel ezelőtt, a török korban, amikor nem mellesleg Magyarországot Európa védőbástyájának nevezték, akkor is balkáni népek tömegei, szerbek, horvátok, bolgárok, albánok érkeztek Magyarországra, vagy mondhatok közelebbi példát is. Az 1990-es években a délszláv háború idején is érkeztek balkáni menekültek, többek között éppen olyan bosnyákok is, akiknek egy része aztán itt letelepedett, egy sajátos közösséget alkotva úgy, hogy a siklósi, oszmánkori Malkocspej dzsámi lett a szakrális és a spirituális központjuk. Magyarország déli határának az egyik fontos tulajdonság az, hogy időről időre felkeményedik. Ez nem csak 2015-ben volt így, hanem erre több példát találunk a múltban is. Itt például az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején is volt egy ilyen szakasz, amikor a szocialista szövetségi blokk egyre rosszabb viszonyba került Jugoszláviába, és a helyzet annyira elmérgesedett, hogy déli irányból egy támadást vártak. Épp ezért került sor nagyjából olyan 630 km hosszan, helyenként 100-160 km-es mélységben a déli védelmi rendszernek, vagy ahogy a köznyelben mondták, a kis Maginó vonalnak a kiépítésére. És ebben a védelmi rendszerben, amelyben harci készültségben egyébként nagyjából olyan 100 000 ember szolgált volna, a különböző drótakadályokat a különböző betonművekkel és az aknazárral kombinálták. Később aztán egy sor ilyen betonművet lebontottak, ez nagy költséggel épült egyébként fel ez a védelmi rendszer, és ennek ellenére azért maradt néhány olyan eleme ennek a rendszernek, ami a mai napig is látható, mint például ez a harcállás, ez a betonmű, ahol most tartózkodok.